aprendiz joga bola na rua. Brasiliában minden gyerek a barátaival a tengerparton kezd el focizni. Először a testvérem lett profilabdarúgó, én őt követve mentem el egy próbajátékra, és később szerződést is kaptam. Utána a riói Bangunál játszottam, majd jött a magyarországi lehetőség. De a családomat nem felejtettem el, gondoskodom is róluk, rendszeresen küldök nekik pénzt. Brazíliában természetesen nincs olyan hideg, mint Magyarországon, de ki lehet bírni. Itt láttam először hóesést, örültem is neki. Honfitársaim emiatt biztosan irigykednek. Szia! A magyar nyelv nagyon nehéz, amikor idejöttem, angolul sem tudtam. Most 3 év után azért már elboldogulok. Nálunk Brazíliában ritkán vannak 3 fogásos étkezések. Vagy csak leves, vagy csak főétel kerül az asztalra. De hozzászoktam és nagyon tetszik, a húslevest különösen szeretem. Három éve légióskodom Magyarországon, nagyon büszke vagyok rá, hogy itt szerepelhetek. Már akkor is örültem neki, amikor szóba jött ez a lehetőség. Jó beilleszkedtem, csodálatos az ország és annak kultúrája is. Remekül érzem itt magam. Szomália. Még mindig ő, ezt el is lehet tölni, el is lövi! Mekkora gól! Szomália! Szomália találatával megszerzi a vezetést. Először a pályán kellett bizonyítanom, hogy elfogadjanak. A szurkolók megszerettek, nagyon jó érzés, amikor a nevemet kiáltják. Ezért érdemes hajtani az edzéseken. Általában az 1-1 és a 2-2 elleni játékra helyezzük a hangsúlyt. Odahaza fontosabb, hogy a teljes csapat együtt mozogjon. Persze a taktika mindenhol nagyon sokat számít, de van különbség az edzésmódszerek között. Jelenleg a Fradihoz köt a szerződésem, most itt a helyem, de ha jön egy ajánlat egy erősebb bajnokságból, és az mindkét fél számára elfogadható, lehet, hogy továbbállok.